Húsvét hétvégén sincs megállás, immáron a 22. fordulóval folytatódik az NB3-as bajnokság. Csapatunk vasárnap Dorogra utazik, ahol közvetlen riválisunkkal mérkőzünk. A találkozó presztízs csata javából, a két csapat ugyanis évről évre nagyon kiélezett párharcot vív egymással. Vezetőedzőnk Harmati Tamás jó véleménnyel van a Dorogról, szerintem ezúttal is kemény meccset játszanak majd a felek egymással. Jó csapat, jó formában van, az előző eredményeik is ezt mutatják. Ráadásul a hazai pályán, saját szurkolóik előtt azért nagyon éles, tüzes játékra képesek, úgyhogy ilyen körülmények fogadnak minket, de felkészültünk és készen állunk arra, hogy eléggé versenyképesek legyünk. A Doroga fordulót az 5. helyről várhatja, 5 ponttal lemaradva a 4. helyen álló csapatunktól. A hazaiak jó formában vannak, legutóbb a Bicskét verték idegenben. Utolsó 5 mérkőzésükből 3-at megnyertek, 1-et döntetlennel zártak, és csak egyszer kaptak ki. Ami csapatunkat illeti, a 21. fordulóban a Haladást vertük hazai pályán, és végre a gólok is jöttek. Igaz, vezetőedzőnkben mindezek ellenére maradt némi hiányérzet. A helyzeteink alapján jóval több gólt kellett volna rúgnunk, úgyhogy az elsődleges fejlődést abban várom, hogy a helyzeteinket jobb százalékban használjuk ki, és nyilván a hibáinkból, a védekezésből pedig tanultunk, és remélhetőleg ebben is tudunk fejlődést mutatni. Ami a keretet illeti, Cseszneki Richárd letöltötte eltiltását, így újra bevethető, ám hogy a kezdőcsapatot kikalkotják majd Dorogon, az egyelőre még kérdéses. A Hali elleni kezdő 11-en lehetséges, hogy változtat majd a stáb. Egy-két változás előfordulhat, de majd meglátjuk, hogy reagálnak a héten a munkára a játékosok. Még azért van pár nap a mérkőzésig, vannak nyitott kérdések, úgyhogy így készülünk. A Doroggal az ősz idényben már az albérleti időszak alatt találkoztunk, akkor egy kemény és kiélezett mérkőzésen végül 1-0 arányban nyert csapatunk Barci Dávid góljával. Azon a találkozón Márquez Ayrault, a Patrick is a kezdőcsapatban kapott helyet, védünk szerint a vasárnapi összecsapás is hasonlóan kemény meccset hoz majd. Igazából mi is azt várjuk, hogy kemény mérkőzés lesz, fizikális párharc lesz szerintem, inkább a előnyben, de mint mindenhova győzni megyünk, itt is szeretnénk megszerezni a 3 pontot, nem lesz egyszerű, de szerintem most ezzel, hogy múlt héten meg tudtuk verni a Haladást, most elkezdtünk egy olyan útra lépni, amit folytatnunk kell, és folytatni is fogunk tudni szerintem. Úgyhogy kemény mérkőzés, de győzelmet várok. Ami játékosunk formáját illeti, a bicskei mérkőzés után a Hali ellen is a kezdőcsapatban kapott helyet, kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott, és ő is úgy érzi, hogy egyre inkább kezdi visszanyerni formáját. Egyre jobban érzem magam, egyre több az önbizalmam, szerencsére jól is megy a játék. Remélem ezt a formát tudom tovább folytatni, és segíteni a társaknak, hogy megszerezzük a győzelmet. Az már csak merő véletlen, hogy az őszi Dorog elleni összecsapást is Márkival harangoztuk be, akkor ugye győzelem lett a vége, és bár nem vagyunk babonásak, de azért remélhetőleg ezúttal is bejön majd a kabala szerep. Hát remélem, hogy bejön. Szerintem megint elég kiélezett párharc lesz, és egy gólos mérkőzésre számított megint, ami javunkra.